A Hollywood Rose zenekar 2003-ban alakult azzal a célzattal, hogy a Guns N' Roses nevű rock formáció muzsikáját és eszenciáját közvetítse a zenekedvelők felé. Több mint 1000 sikeres koncerten, 15 országon, számos fesztiválon, tomboló tömegen és több 10 000 kilométeren vannak már túl, töretlen lendülettel. Itt van velünk a stúdióban az első magyar Guns N' Roses tribute zenekar. Mint azt már említettük, erdélyi koncertkörútjuk közben megkértük, ugorjanak be hozzánk egy kis beszélgetésre. Sziasztok, fiúk, szeretettel köszöntünk. Sziasztok. Képzeljétek el, hogy a 100. műsor van most. Rendhagyó, hisz 100. csak egyszer van, és rendhagyó azért, mert, hogy is fogalmazzak finoman, rendhagyó műfajba tartozó zenekar a vendégünk ez alkalommal, vagyis ti, aminek mi, megmondom őszintén, nagyon örülünk, hisz jó szokásunkhoz híven mindig a kulisszák mögötti dolgokra vagyunk kíváncsiak, és arra, hogy a zene szereteten, a zenén túl mi van az emberben, mi az, ami a színpadon nem látszik, tehát ezekről a dolgokról fogunk kérdezni titeket. Így van, jöhet, és az első kérdésünk az, hogy vagytok? Ezek az arcok nem látszanak, ez abszolút a koncert utáni állapot most jelen pillanatban. De jól, köszönjük, nagyon sikeres volt egyébként ez a körút. Ugye nem először járunk már Erdélybe, tehát nagyjából tudtuk, hogy mire lehet számítani, úgyhogy teljesen meg voltunk elégedve a fogadtatásra. Tehát Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Udvarhelyen vagytok túl. Hogy milyen élmény volt? Kialakult már amúgy a rajongótábor? Vagy már gondolom, már megvan a rajongótáborotok? Itt Marosvásárhelyen mindenképpen. Itt nagyon sokan szeretnek bennünket. Ide már többször, több egyenre jövünk vissza. És hát itt azért már van elég jó kis mag. De egyébként Kolozsvára és Székelyudvarhelyre is jöttek olyan emberek, akiket már régóta ismerünk itt Erdélyben a koncerteken. Megbeszéltük adáson kívül, hogy nem fogunk arról beszélni, amikor én Guns N' Roses rajongó voltam. Pont most akartam. De tudtam, hogy nem fogod kihagyni, úgyhogy inkább én megyek elébe. Szóval a lényeg az, hogy természetesen az elmúlt időszakban, bevallom töredelmesen, nem nagyon értem rá rajongónak lenni semmilyen zenekarban a három gyerek és egyebek mellett, de túl ezen visszapörgettem egy kicsit a saját emlékeimet és hangulatomat, és megpróbáltam magam visszahelyezni időbe, amikor a kemény rock zene lételemem volt. És akkor jön egy magyar zenekar, aki sikeresen, de mondjuk én nem tudom, hogy sikeresen-e vagy nem, de játsza a kedvenc, az életem, nem tudom elképzelni, együttesemnek a számait. És akkor eldöntöm, hogy tetszik vagy nem tetszik. És utána olvasva a ti múltatoknak volt 5 év, ami abból állt, hogy tulajdonképpen a Guns N' Roses számokat játszottátok, és aztán kezdtetek el saját számokat írni és színpadra lépni. Maradjunk annál az időszaknál, amikor feltételezem, megvan bennetek a zene szeretet, a Guns N' Roses rajongás, és nem tudtok élni, hogy naponta nem tudom hányszor, mint ahogy Tivadar is mondta az elején, hihetetlen szám jön ki a végére, ne játsszátok, ne hozzátok meg a rajongókkal, hisz nem csak ti vagytok. Hogy kezdődött a Guns N' Roses rajongás, melyikötök életében? Most ezt az egyszer eszenciát akartulak, betorozzuk be a mai napig is. Tehát annyi éven keresztül? Hát igen, ugyanúgy nekünk is azért család, gyerek, tehát az mindenkinél változott az életszituáció, de ez egy gyerekkori rajongásból fajult, mondhatni idáig ez a dolog. Nyilván ennek voltak, például én nagyon nagy Guns N' Roses rajongó voltam x idős koromig, évekig nem, és amikor jött ez az ötlet, tehát nem hallgattam mondjuk Guns N' Roses-t, és amikor jött ez az ötlet, hogy csináljunk egy ilyen zenekart, akkor még nem is tudtuk, hogy ez egy műfaj, mert mi még annyira az elején kezdtük el, hanem hogy csak játszunk Guns N' Roses dalokat koncerteken. És ez tetszett az embereknek, mi szívesen játszottuk, és így alakult ki. Utána jött az, hogy ez egy műfaj, nevezd tribütnek. És akkor kezdtünk el ezzel így mozogni több koncert, akkor jó, akkor nézzünk picit úgy ki, próbáljuk azokat a ruhákat, azokat a hangszereket. De és ez magatok legyetek fontos közben, hogy magatok abszolút maradjatok? Abszolút vagyunk, persze. Tudtok magatok maradni? Persze, abszolút. Hogy ne, parancsoljatok! Szerintem az egész zenekar úgy van ezzel, hogy sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy azért magunk maradjunk, és azt gondolom, hogy a zenekar miatt jönnek. Igen, a Guns miatt is jönnek, de
főleg ugye otthon Pesten, csak, tehát hogyha a Hollywood Rose, bármit játszhatunk, igazából a hat ember miatt jönnek. Tényleg? Mi is a hat ember kezdetben miatt. Is így volt? Szerintem. Vagy kezdetben inkább a dalok? De bocsánat, de én csak annyit szerettem volna hozzátenni, mi mindenképpen ragaszkodtunk ahhoz a dologhoz, hogy persze egy-két dolog van, hogy ugye szoknyát veszek fel, ugyanami volt az exőző, történt, már most már a hajam sem olyan hosszú, bár már neki sem, de attól függetlenül mi nem ragaszkodtunk ehhez soha a köröm szakadtáig, hogy akkor ő cilinderben van, és akkor úgy nézzen ki. Ez egyébként a tribute műfajnak a sajátja. Tehát igazából ott általában úgy szoktak kinézni, vagy legalábbis úgymond kimondatlanul, de előírás. Nálunk ez mi mondtuk azt, hogy mi magunk szeretnénk lenni, és magunkat is szeretnénk belevinni a Guns N' Roses produkcióba. Mert ugye nagyon vékony a határ, hogy honnantól lesz bohóckodás pontosan, a dolog. Pontosan. Tehát, hogy... pontosan. Igen, mert ugye hát azért nyilván testi adósságok is kellenek, tehát hogyha van egy 1,70 magas szikár gitáros, és mondjuk én vagyok a gitáros, valószínűleg nem tudom ezt hozni, ezt a formát, mert nem vagyok olyan típusú, viszont szeretnék a zenekarba játszani. Hát az első időszakban elvárták tőletek, hogy úgy nézzetek ki, olyanok legyetek, hangszín, minden, mert gondolom a zenét azért az profi zenészekként az megy, nem a zene. A zene az egy alap, ugye? Hogy a Guns N' Roses számokat, azokat tényleg úgy játszani. De van a hangszín, és van az összes többi, ami szerintem a hangzás. Tehát a hangzás nagyon fontos, hogy azt kapja vissza az ember, amit adott esetben egy albumon vagy egy koncerten lát. Tehát ha maga a gitárhang, a dobhangok, stb. Az hasonlít az eredetire, akkor már szerintem a külsőben nagyon nem fognak belekötni, hiszen elsősorban szerintem egy koncertre azért a hangélmény így miatt van. Megy az ember. Így van. Tehát maga az élmény miatt, bocsánat. Tehát hogy ezt kell átadni, hogy úgy menjen haza mindenki, hogy nagyon jól éreztem magam. Engedjétek meg, hogy elmondjam, én el kell mondjam, hogy amióta bejöttetek, én mosolygok, végig mosolygok, én nosztalgiázok őszintén. Olyan jól látni amúgy ezeket a kellékeket, de tényleg ezek, tehát hogy... A picus nyakendős, és eszembe jutottja valahogy. De igen, az az igazság, mert nekem is ugyanúgy, tehát hogy középiskolában ugyanúgy megvolt, csápoltam, megvolt, jó, tetoválás az nem, de olyan jól látni ezeket a kellékeket, és én arra lennék kíváncsi, és mindig meg akartam ezt kérdezni, tényleg egy igazi rock formációtól, hogy milyen ez az életforma, mert azért ez egy életforma. De hogy ehhez te, hogy ti hol vagytok ebben az életformában? Én megmondom erre egyébként, pontosan te tapintottál most rá szerintem, jó? Szerintem itt belül mi még mindig gyerekek vagyunk. Uh-huh. Ez most komoly. Én azt gondolom, hogy igazából egy rockzenész, akkor igazán rockzenész, hogyha azt a fajta rajongást, azt a fajta életérzést, amit gyerekkorában érzett, akár ezek iránt, a zenekarok iránt, ezt még most is föl tudja vinni a színpadra, ezért én még mindig gyereknek érzem magam. Most az jön az én kérdésem, mert ugye én annyiban változtam, hogy tényleg elmaradtak dolgok az életemből, szépen emlékezem rá, és csókolom, az a múlt volt. A ti múltatok, jelenetek meg ugyanaz, de közben említetted, hogy család, gyerek, magánélet. Tehát azt áruljátok el nekünk, hogy működik ez, hogy ugyanaz maradj nagyon sok változás mellett is. Én úgy gondolom, hogy tehát ez a mi életünkben ez elsősorban egy kikapcsolódás, másodszorban mondjuk pénzkereseti lehetőség, és mivel nyilván a feleség... Egy baráti összejött. Igen. Tehát nekünk ezt szoktuk mondani, hogy minden ilyen hétvége egy osztálykirendezés. Azért jól kell egymással, nem? Mert akárkivel nem tudnád, egy emberrel is nehéz az életedet megosztani. Hát akkor ugye hatan vagytok. Gondolod, hogyha Hollandiába játszunk, és beülsz mondjuk egy 14 órás buszútra, egy 9 személyes buszba, és mondjuk, hát mondjuk van három koncert mondjuk. Igen, és akkor már hazafelé, mert tényleg olyan, hogy csak ne szólaljon meg, kifelé nézel a buszból, de hát ez akkor is... Jó, ilyen is volt már azért, de akkor mindenki szét spiccelt a próbaterembe. Azt mondjátok, hogy mindig szeretitek egymást, de nem szeretett kérdés, hát össze vagyunk zárva. Nem. Hogy a közös rajongás munka mindent fölülír ezek szerint. Mindent fölülír. Beszéltünk ugyebár a koncertekösíti közül, ma tekeztünk Évával, hogy ugyebár 77 koncert, illetve 50-70 fellépés jut egy hónapra, ugyebár, bocsánat, egy évre, és lebontottuk hónapokra is. Tehát azért azon túl, hogy nagyon jól zenéltek, nagyon aktívak is vagytok. Hogyan tudjátok ezt összeegyeztetni valójában? Beszéltünk a magánéletről, és beszéltünk a szakmai életről. Tehát azért aktívak vagytok, nagyon aktívak vagytok. Mire jut időtök egyáltalán? Nagyon régóta csináljuk, tehát a feleségeket, barátnők,
ők már így ismertek meg minket, tehát nem közben történt ez a változás, és akkor valaki néztörést okozott, hogy hoppá, hirtelen nem vagyok itt van hétvégente. És ők ezt abszolút megértik, tehát... Vagytok otthon persze. Feltételezem, azért a család is kísér, vagy összehozzátok forgatásokra, én is a három gyerekem nem egyszer viszem magammal, hogy együtt lehessünk. Tehát gondolom, ugyanígy mindenki megtalálja a maga kis... Mi összejárunk karácsonykor is, meg szülinap. Tehát, hogy igazából én családias az egész... Ez a jó buli, gödöm. Ilyenek ezek a bulik, tényleg ezekre a családi bulikra lennék, vagy összejövetelekre lennék kíváncsi, hogy ott nem is... a csendesét hallgatják. De kérdezzük meg, nem tényleg. Nem hallgatunk zenét ilyen. Sokszor szokták kérdezni, hogy megyek-e erre, meg arra a bulira. Dehogy megyek, hát örülök, hogy végre otthon vagyok egy szabad hétvégén. A műsorvezető nézi televíziót, ugye? Vagy hasonló párhuzamok. Szóval fiúk, 5 évig énekeltétek a Guns N' Roses dalokat, azóta is, Isten, nehogy valaki félreértsen. Viszont mégiscsak mocorgott valami ott belül, feltételezés, és erősítsetek meg, ha így van, hogy kell saját dalokat írni, kell saját dalokat előadni, kell megmutatni valamit magatokból, amit úgy tűnik mégse töltött ki a Guns N' Roses rajongás. Hát azt mondani kell, hogy azért mindegyikünk zenélt előtte saját zenét játszó zenekarba, csak nyilván azzal hát kisebb-nagyobb sikereket ért el az ember, mondjuk a Jesse-nek ugye volt a Jesse James és bandája, az viszonylag egy jól menő zenekar volt. Nekem is volt egyébként, tehát mi írtunk saját zenéket, de amikor ugye a Guns-szal így elkezdtünk Guns játszani, koncertezgettünk, és ugye sikeres volt, és persze hát hiányzott, hogy csináljunk együtt valamit. És egyébként ezek a dolgok mai napig így kiszaladnak belőlünk, tehát nem kell rágölcsölni, nem kell... Igen, tehát írunk dalokat, jó írunk, te írod a szöveget, én a jó késmét csináljuk. Hát minden zenéze benne van, tehát szerintem... Abszolút, persze. Korlátok közé van szorítva. Mennyire meg a Guns N' Roses zene? Mennyire határoz zeneírás közben és szerzés közben? Mennyire határoz meg, vagy mennyire van ott az érzés, hogy nem az befolyásolt azért ezt? Van-e bennetek ilyen mérlegelés közben? Szerintem ez nem jön tudatosan az emberből. Nyilván fogják mondani, hogy a saját dalokba felfedeznek hasonló dolgokat, ami a Guns-ba van, mert azért most már 13 éve ezt játssza a zenekar, tehát nyilván beleivódik az emberbe, de ugye nem csak Guns N' Roses-t hallgat az ember, tehát rengeteg más rockzenekar van, akit ugye szeretünk, és azoknak igazából mindenkinek a hatását fel lehet ismerni a saját dalokon belül. Feltételezem, a ti esetetekben egy-egy ilyen koncert az, ami alatt alapvetően a gőzt is kiengedhetitek, bár ti dolgoztok. Hát abszolút ki lehet engedni. Én nem mondanám feltétlen munkának, mert hogyha valaki azzal keres pénzt, amit szeret, onnantól kezdve az már nem munka lesz. Igen. Felhasználható ellenem. Szóval, hogy abszolút ki lehet engedni a gőzt. Tehát szerintem az egyik legjobb feszültség levezető a koncertezés. Mennyi feszültséget levezettek? Nincs is időtök annyi feszültséget összegyűjteni. És mi jellemző amúgy a rajongó táborra? Tehát, hogyha például gondolok most életkorra, akkor van egy korhatár, vagy? Vegyes. Nekünk egyébként ebben óriási szerencsénk. Mindig ezt szoktam volt mondani, hogy a Guns N' Roses annak idején, valójában őszintén a 90-es évek elején, 80-as évek végén, az egy olyan zenekar volt, amit hallgattak diszkókban is, és hallgattak rockklubokban is. Tehát igazából az a réteg, aki ugye már tehát idősebb lett, azóta elment az a pár év, ugye tudjuk magunkról, azok a fiatalok is ott vannak, akik akkor voltak fiatalok, és akik most fedezik fel a Guns N' Roses-t maguknak, azok is ott vannak. Tehát nekünk óriási szerencsénk van, és ráadásul nem csak ezek a kőrokkerek vannak ott, hanem olyan mindenféle stílus szerető emberek. Tehát szerintem nekünk ebből nagyon jó választás volt a Guns N' Roses mindenki. Azoknak, akik nem hallgattak még soha, és azért beszélgetünk egy jó ideje, mondjuk el, hogy igen, tehát már ugye a kül alakról, a külcsínyről mindenkinek lejön, hogy milyen zenét játszotok, hogy a rockon belül is a keményebb műfaj. De túl azon olyan gyönyörű, szép, tökéletes lírai betétek vannak a Guns N' Roses dalokban. Olyan profi, tehetséges, nem is tudom, epizódok. Teljes dal nem, nagyon ritkán.
de hihetetlen. Tehát amiből csak tanulni lehet, és számos feldolgozás van, ami akár szimfonikus és komoly zenében is Guns N' Roses betéteket hallgathat. Tehát azoknak a kedves nézőknek mondom ezt inkább, és bólogattok, tehát látom, hogy egyetértetek velem, akik mondjuk nem, tényleg nem hallgattak még, és nem tudják, hogy... Tehát, hogy nem abból áll, hogy tépem a gitárhúrokat, és aztán abból lesz valami összhangzat, hanem nagyon komoly gyakorlás kell, nagyon komoly, arról nem beszélve, hogy a hangszín. Olyan volt, és adott volt, és rájöttél, hogy a hangszíned... Ez egy furcsa dolog, egyszer ilyen átmenetott éjszaka után, a Balatonban fülöttünk a haverokkal, és akkor elkezdtem mondani az AC/DC-nek az egyik dalát, és ez egy ilyen, az egy ilyen olyan dolog, hogy az ember ilyen fejhangon énekli, ezt így átbillenti. És én nem tudtam akkor, hogy ez nekem megvan. Ez csak így egyszer csak így jött. Tehát ezt nem tanultam. Ezt egyébként szerintem tanulni nem lehet, ezt a fejhangot. És ez vagy van valakinek, vagy nincs. És akkor egyszer csak erre rájöttem, hogy ez van. És aztán utána, hogy nekem a Guns N' Roses az nagy kedvencem volt, és akkor ott elkezdtem ezeket gyakorolgatni, és fú, és ez tök jó, hogy ez működik és megy, de egyébként az AC/DC volt a kedvenc, az volt mindig a kedvenc, és de a legnagyobb kedvenc, de attól függetlenül akkor ott rájött az ember, hogy az megy, és az működik. És mondom, ez szerintem csak ennyi, hogy vagy van, vagy nincs. Ezt tanulni, ezt nem igazán erősíteni lehet. Rájöttem közben, hogy hihetetlenül sok kérdést fel tudnánk tenni még, és nem jutnánk a végére, és ez jó. Így van. Mert jó úgy befejezni, és a vége fele látni, hogy mindjárt ég a beszélgetésnek, hogy még 18 millió kérdésünk lenne, és reméljük, hogy a tévénézők is ugyanúgy élvezik, mint mi ketten most akár. Így van, de azért azt még kérdezzük meg mindenképp, mielőtt elbúcsúznánk, hogy mik a jövendőbeli tervek. Bizony, bizony. Tehát az aktivitás az folytatódik, feltételezem ilyenkor pláne. Tehát most lesz évvégén Budapesten egy ilyen ingyenes akusztikus koncertünk. Fontosnak tartjátok az ingyenes koncertet? Ilyenkor ingyenes jellege. A karácsonyi koncertet, igen, azt szoktunk csinálni, ráadásul ugye azt tudni kell, hogy mi azt megbólintottuk egy kicsit úgy, hogy ez egy Unplug koncert, hogy a Guns N' Roses dalokat átírtuk a swingbe, jazzbe, latinba. Tehát ugyanaz a szöveg, fúvosokkal másképp énekli, de ugyanaz a szöveg, ugyanazok a dallamok. Kicsit karácsonyiasabb hangulat. Igen. Ez egyébként ez nagy kedvencünk, ez a produkció, ez az Unplug produkció. Úgyhogy ez van még idénre, illetve hát megyünk még Németországba, még rengeteg. Igen, láttam, hogy nem sokat pihentek az erdélyi körút után, mert mentek is a másik oldalra. Igen. Aztán januártól ugye egy kis pihi, de február, január végén már indulnak. Kíváncsi voltam, hogy mennyit mondasz, januártól pihi, oké, február kész. Tehát akkor azt jelenti, hogy engedélyeztek magatoknak 2 hetet talán. Hát, egyébként lopva mindig van, amikor becsúszik tényleg ilyen, hogy van 2 hét pihi, akár szezonban is, de ilyenkor már általában úgy szokott lenni azért, mert jönnek az üzenetek, hogy azért most már úgy mehetnénk. Hát egy koncert azért jó lenne. Vagy. Fiúk, minden alkalommal mi sorsolunk, és lehet, hogy a kedves nézők már vágytak is valami újdonságra, úgyhogy meg szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek nekünk, hisz minden héten kisorsolunk egy RD TV-s csomagot. Valaki emelje fel, adja tovább, valaki jó, húzza jó, ki, jó, valaki egyet, olvassa fel, igen, egyetlen egyet. És a kedvenc, vagy az eheti nyertesünket a kamerába megkérlek szépen, hogy Jesse, akkor mutasd is meg, és mondd is el a nevet. Veres Mária. Gratulálunk neki. Veres Mária az eheti nyertesünk. Szívből gratulálunk. A nyeremény csomagot postázni fogjuk. Nagyon köszönjük, hogy segítettetek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. És hát további sok sikert kívánunk nektek. Nagyon sok embernek szerezzetek örömet. Nagyon sok embernek adjatok lehetőséget, hogy kiengedje a gőzt, mert bizony szükség van rá. És hát akárhány év múlva találkozunk újra, ugyanezt a lendületet, ugyanezt a gyermeki lelket és vidámságot hozzátok magatokkal, amit ez alkalommal. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Köszönjük.